nagyon nehéz megváltoztatni őket. Tehát nagyon nehéz beleverni a fejükbe azt, hogy ők igenis életmódot váltsanak. Tehát ne úgy fogják fel az egészet, hogy diétáznak egy hónapig, és akkor utána abba hagyják az egészet, és hú, de jó voltam. Nem, hanem életmódot váltsanak. Bemutatjuk Magyarország véleményvezéreit. A műsorban elhangzó gondolatok, vélemények. Mert ez egy véleményműsor. Ezért hívjuk így. Véleményvezérek. Artúrral és az Indiánnal. 98.6 Manna FM örömre hangol benne a véleményvezérek Artúrral és az Indiánnal. Pénteken este 6 óra van, tehát akkor mi lehet más itt az éterben, mint a véleményvezérek. Itt van velem szemben Galler András, indián barátom. Hello, csá. Szeva, és velem szemben szokásos módon Kembe Szorel Artúr. Hát mindig, minden pénteken. Igen, furcsa lenne, egyszer egy szőkehajú nő ülne itt veled szemben, és csütörtök lenne. Artúr, és csütörtök lenne, igen, egész nap. Na, szóval igen, ahogy azt megszokhattátok már, mi mindig próbálunk valamilyen olyan témát hozni, ami vagy megosztó, vagy sok ember érint, és ez a mai napi témánk is ugyanez, kb. Ezt a dolgot lefedi. Na, miről is van szó? Úgy fogalmaztuk meg, hogy mit főzzek ma magamnak. Azaz, én hadilában állok a főzéssel, most így a Covid alatt picit javult a helyzet, de nem mondanám. Viszont most tapasztaltam meg, hogy Isten igazából, hogy mit jelent az, hogy lemegy valaki vásárolni, és mit jelentenek ezek az árak, amikor egészségesen szeretnél táplálkozni, úgy mindezt magadnak állítod elő. Igen, és ez az egyik aspektus ennek a mai napnak, hogy egyáltalán mennyire lehet gazdaságosan otthon mondjuk két főre egyáltalán bármit csinálni, mert az a tapasztalatunk, hogy lehet sokkal egyszerűen megrendelni valahonnan. Vagy lemenni valahol, és minden nap egy menüsort végig. Menü, így van, és hogyha a másik oldal meg az, hogyha esetleg valakinek az a kattanása, hogy nagyon-nagyon egészségesen akar élni, tehát már elkezdett életmódot váltani, tehát lejár edzőterembe, tehát mozog, nem tudom, jobbra is egészséges, néz balra is, akkor mi van akkor, hogyha egészséges alapanyagokból akar táplálkozni non-stop, tehát azt a nem tudom, napi X-étkezést, azt úgy akarja megoldani, minden patent, minden bio, és én meg úgy látom, hogy akkor viszont elkezdheti járulni az autót, mert elképesztő drága minden. No, és ezért hívtunk vendégeket ide be a stúdióba, ha csak nem is a stúdióba, de az étteren keresztül, aki biztosan itt van velünk szemben, Kovács István, életmód tanácsadó és személyező. Szia István! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! És a technika segítségével csatlakozott hozzánk Gianni Annoni, aki gasztronómiai szakértő, olasz gasztronómiai szakértő és a Pomodoro étterem tulajdonosa. Szia Gianni, hogy vagy? Ciao mindenkinek, nagyon jó vagyunk, köszönöm szépen kérdésed, ciao Belli! No, nem tudom, mennyit hallottál az elejéből, tehát az a felvetésünk, hogy na ezzel mennyire értesz egyet, hogy itt, hát ugye fiatal apukaként is alapvetőleg azért tudsz hozzászólni, most már nem két emberre kell, háromra kell valamit is csinálni majd lassan, de hogy mennyire gazdaságos, mennyire nehéz hétköznapi embereknek, akik ugye nem gasztroszakértők, nincs éttermük, hanem egyébként meg le kell menni a boltba, és akkor be kell vásárolni, és akkor hogy számolsz, megéri-e? Na, de nem akarom tovább ezt nagyon nyújtani. Én azt gondolom, hogy elsőlegesen magunkból kéne kiindulni, hogy mit eszünk. Mert én szerintem nagyon unalmasan eszünk. És értek, azt gondoljuk, hogy a drága ételt az azokban a, ha így lehet mondani, drága alapanyagoktól függ, amit az ember így hall és olvas újságokból. Beszéltek szarvasgombáról, első osztályú húsról, marháról, stb. Én azt gondolom, hogy az ember nagyon-nagyon-nagyon unalmasan és nagyon el van kényelmesedve és kényes az ételre. Nem eszik zsíros részeket, nem eszik második, harmadik osztályú, hívjuk így osztályú, de nem azért, mert nem minőségű, azért, mert olyan részekről, szegény részekről beszélünk, ami az állat tud nyújtani, tehát az ember így kényesen hallgat, eszik. Nagyon-nagyon nem tudjuk, hogy mi van a természetben, nem eszünk hüvelyeseket, nem eszünk azt, ami a természet nagyon gazdagan ad. Általában pont azért, mert nagyon unalmasan eszünk, az ipar is arra rá, amit az ember, ha így lehet mondani, fogyaszt szívesen. Az első az, hogy nem tanultuk meg a gyerekszobánkból, hogy mit jelent enni. És ez az első nagy probléma, ami van, szerintem. És innentől kezdve mindenki azt gondolja, hogy egy drága alapanyagból, vagy a drága alapanyag az nem lehet minden nap megkapni, pedig igen. De egyébként meg hogy? Mert egyébként tényleg ellenmondásos ez a kifejezés, drága alapanyag. Nem drága, vagy jó alapanyag, bocsánat, jó alapanyag. Igen? Pedig lehet. Aha, igen. Csak utána kell járni. Szóval, igen, utána kell járni, látni kell azt, hogy például, hogyha azt mondom, hogy minden nap, most bocsánat, ha ott van egy tanácsadó, egy életmód tanácsadó, lehet, hogy a
ezzel lehet, hogy meg fogom sérteni. Én annyit tudok, hogy általában valaki, amikor azt gondolja, hogy egészségesen kell élni, rizsel és csirke mellel egy előre megy, konditeremben nagyon jól érzi magát, könnyeden, maximum egy kicsi halat teszik, ha illet, zöldségeket, és ezzel azt gondolja, hogy egy életmódváltás. Ez a versenyzőkre igaz, ez a versenyzőkre igaz leginkább. Átlag emberre nem. Így van. Jó, de az átlag ember ezt teszik. Nézzük meg, hogy gondolkozunk azon, hogy mondjatok el nekem 10 ételt, amit fogyasztatok ti, vagy 10 ételt fejenként mondjan el, aki eszik sűrűn. Én? Ami nem lehet. Egyszer mondhatsz ki azt, hogy rántott, jó, és egyszer mondhatod ki, azt, hogy rizs, mondjuk. Na, akkor én mondom, krokodil ragú, füstölt denevér, strusszpörkölt, majom agyvelő, az rántott, azt nem akarom. Jó, értem én, hogy mit mondasz, hogy nagyjából az emberek be vannak skatujázódva a saját kis határaikon belül, és hogy még gasztronómiailag is, és mindenhol is, meg hogy a hétvégi rántott hús és húsleves, meg nem tudom micsoda ez. De alapvetőleg ennek megvan egy bizonyos fajta, ugye, hát archaikus bája. De én azt gondolom, hogy azért már fejlődött annyit a világ, és fejlődtek annyit a mai fiatalabb generáció, hogy akik mondjuk összeköltözik a kis párjával, és akkor otthon kitalálják, hogy mit tegyünk ma, az nem feltétlenül kezdi el az olajszakban sütni a rántott karajt otthon, akár egy romantikus esti borozás kíséretében. Nem tudom, rosszul látom-e, de most itt átadnám egy picit a szót Istvánnak, hogyha már így itt belecsaptunk a lecsóba, mint a görög drámaírók, ugye in medias res, hogy reagálsz te erre, vagy mi a véleményed ezzel kapcsolatosan? Teljesen jogos, tehát a mai fiatalok főzni se tudnak leginkább. Tehát ők inkább rendelnek. Uh-huh. Nálunk is millió egy ember van, akinek megadjuk a diétát, mit egyen, hogy egyen, mit csináljon, és egyszerűen képtelen elkészíteni. És ő be van skatujázva. Ő megnézi az interneten, ő ezt meg tudja rendelni, és meg fogja rendelni. Pedig a grillezett csirke már viszonylag bonyolult. Hát azt mondd ezt a mai 20 éveseknek, nem bántom őket tényleg, mert van köztük olyan, aki nagyon jól főz biztos, de ez jellemző sajnos. Tehát 10-ből 9 emberre ez jellemző, hogy nem tud főzni. Tehát ők inkább rendelnek. Az idősebb korosztály már nem. Tehát hozzánk járnak azért idősebbek is, 40-es, 50-es, 60-as korosztály, ők már főznek inkább. Ők még így igen, azt mondja, hogy idősebbek nagyon-nagyon rosszul fogunk járni. Én is fogok, ahogy csak máshogy nézem. Én is, tehát én is 48 vagyok, de... Jó, azt hiszem, itt azért a korosztályunk itt egyezik nagyjából. De hogy igen, tehát igazából az a felvetésünk az az, hogy nem tudsz gazdaságos lenni, és nem a pénztárca oldaláról közelítjük meg ezt a kérdéskört, hanem úgy, hogyha most az ember két főre főz, lehet jobban jár, hogyha két főre rendel. Nem? Nem de tudom. Sokkal jobban jár. Sokkal jobban jár. És idő szempontjából is jobban jár. Tehát nincs ideje az embereknek Gianninak főzni. Láttam a fejét, jobbra és balra ütemesen mozgott. Hát igen, mert közben gondolkozom, hogy mondjatok nektek egy adatot, hogy például az összes új építésű házban, pláne bizonyos méretű házakban már nincsen betervezve konyha, de egy melegítő egység. Uh-huh. Ez szomorú, amit mondunk. De ez így van. Mert aggregáció és szociális találkozás az csak is az asztal körül lehet örömöt és örömet kapni és szerezni. És azzal, hogy tudjunk beszélgetni, mert elfelejtjük arra, hogy az étkezés az nem ott van, hogy megállunk egy tányér előtt, beesszük azért, mert hanem akkor holnap után meghalunk. De azért eszünk, hogy egy kicsit így élvezzük is az életet. Ez az élet része. Szóval itt el kell különböztetni kell két ember fajt, hogyha nagyon akarjunk így makrovilágban gondolkozni, és nem mikróban. Van, aki azért eszik, hogy ne halljon meg, és van az, aki azért eszik, mert élvezi. A harmadik az meg az és olaszok. Azok még gesztikulálnak is. Igen, szóval igenis, én egyetértek abban, hogy az emberek egyre kevesebben főznek. Hála Istennek egy kicsit a műsorok, és erről a hatalmas nagy felfordulás, ami a gasztronómia körül van, valahogy a fiatalokat megértette, vagy megmozdított egy kicsit a jobb fogyasztás felé, de természetesen még lusták, és azt az időt, ami a főzéssel kell tölteni, azt inkább, ha így lehet mondani, lehet, hogy egy telefon előtt töltik ki. Ez probléma, gasztronómiai probléma, de az élvezet az sajnos csak akkor kapod meg, ha elutazol, elmész egy étterembe, vagy éppen magadnak főzöl valamit, és örömözzel ezzel valakinek. Itt életfelfogásról is van szó, és nem szabad
elfelejteni mind a két fajta emberről. Meg kell menteni a menthető, és oda kell vonzani azokat, amik még mindig nem döntöttek el, hogy akarnak-e főzni, vagy nem, a főzés felé, a főzés öröme felé. Ne legyen olyan, bocsánat, szorál egy kicsit beletéve egy teljes más témába, hogy elfelejtünk írni. Az azt jelenti, hogy mit jelent folyos írás, ha jól mondom magyarul, mert most már csak textúra van, vagy text, és mindenki elfelejti egy időt tölteni egy kicsit egy tollal a kezünkbe, az lehet, hogy egy kicsit fontos. Bele tudunk mélyülni gondolatokba, és elfelejteni írni is, kézből is egy probléma. Véleményvezérek Artúrral és az Indiánnal. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Tök ellentmondunk ennek a főzünk otthonnak, hogy 5-10 éve azért egy igen erős gasztronómiai robbanás vette kezdetét Magyarországon, magába fesztiválokba is, tehát rengeteg gasztrofesztivál van, rengeteg étterem és egyéb szolgáltatást nyújtó helyek nyitottak, rengeteg étterem rá újra a menü fogalmára, ami már egy időben kikopott, és rengeteg főzőműsor van, ami meg nem biztos, hogy arra sark, hogy te is főzzél, hanem látsz ételeket elkészülve, nem biztos, hogy megcsinált, hanem elmész megkóstolni valahova. Tehát ez egy ilyen kettős, hogy főzzél is, és pont a fiatalokról beszélünk, ők ugye a fesztivált előrébb teszik, és ez most nem a zenei fesztiválokról beszélek, hanem tényleg rengeteg gasztrofesztivál van. És oda mész, és kóstolsz szinte egész évben. Tehát azt mondod, hogy gurmanok leszünk egyre jobban. Igen, de nem tudunk főzni. Igen, de ez meg közben ellentmond annak, amit Gianni mondott az imént, hogy egyáltalán nem vagyunk gurmanok, mert hogy nem mondjuk ki azt, hogy rántott azt az előtagot. Nyilván tök igaza van. Jogos. Viszont, hogyha életmód tanácsadásról már van szó, akkor mit mond az ember, akihez beesik valaki, aki így is vagy úgy néz ki, teljesen mindegy, hogy néz ki. Nyilván az a fizikai megjelenéséből azért látsz te egy előéletet. Persze. Azonnal. Ettől a perctől kezdve mit javasolsz? Tehát hogy lehet ezt az egész mentalitást, ami én szerintem a Gianni felé hajlik a részemről most ebben a pillanatban, hogy lehet ezt az egész mentalitást megváltoztatni? Nem tudom. Okay. Nagyon összetett dolog, mert bejön hozzánk egy ember, persze látom rajta, hogy mi a baja, sőt, mi általában elkérjük az orvosi leleteit is, megnézzük, és annak függvényében összeállítunk neki egy étrendet. Járnak hozzánk krónbetegek, cukorbetegek, pajzsmirigy betegek, mindenféle betegsége. De csak betegek? Nem, egészségesek is, de mi ráálltunk főképp egyébként a betegekre. Nagyon nehéz megváltoztatni őket. Tehát nagyon nehéz beleverni a fejükbe azt, hogy ők igenis életmódot váltsanak. Tehát ne úgy fogják fel az egészet, hogy diétáznak egy hónapig, és akkor utána abba hagyják az egészet, és hú, de jó voltam. Nem, hanem életmódot váltsanak. De tényleg teljesen. Az van, amit Gianni mondta, hogy rántott hús, és tudom is, és akkor ennyi, ez erről nehéz. És itt meg, igen, rettentő nehéz. De ti próbáljátok? Folyamatosan. De hogy? Milyen vasrúddal? nem vasrúddal, de próbáljuk őket így jó irányba terelgetni. Aha. Non-stop. Ja, mert nekem van egy olyan meglátásom egyébként, hogy ugye vannak a katonaságnál azok a fajta szakbarbárok, akik nem tudnak másról beszélni, mint a katonai hadműveletekről, harcászatról, hadászatról és haditechnológiáról, és vannak olyan gasztro szakemberek, akik szintén nem tudnak másról beszélni, és ettől a perctől kezdve nagyon furcsa diszonancia van az én fülemben, mert az olyan távolinak és olyan elérhetetlennek tűnik az, hogy például valaki egy minőségi ételt egyen minőségi alapanyagokból, és itt nem feltétlenül akármilyen gombákról beszélek, és gömbhalnak a nem tudom pikkelyéről, amit azért nagyon nehéz megcsinálni egyébként, hogy ne halljon bele a vendég, de hogy egészen már ilyen alapvetésekről beszélünk, tehát mitől jó mondjuk egy tészta, mitől ne ezt a tésztát vegyem, most nem véletlenül mondtam a tésztát, hiszen előfordulhat, hogy Gianni ebben valamilyen szakmódójárás rendelkezik. Szóval mitől, tehát igen, hogy indulsz el, hogy egy embernek azt mondta, hogy figyelj, egyén minőségi alapanyagot. Jó, de én szerettem a spagettit. Jó, akkor a spagettit viszont így készítsd el. De hogy? De érted, mi a pedagógiája ennek, hogy ezt így megpróbáljuk egy kicsit megváltoztatni? Elsőlegesen az étel az egy rendszer. Ahogy a dietetikus biztos mondani, hogy az életmód úriember István el fogja mondani, én szerintem tudni kell reggelizni, ebédelni, uzsonnázni, vacsorázni. Szóval az azt jelenti röviden, hogy van az ételnek kell többfajta, többször beviteli, és nagyon változékonyan kell lenni. Szóval az azt jelenti röviden, hogy a tészta mindenféleképpen jó a szénhidrát, de az egészséges szénhidrát bevitele, az többféle módon általában hátránya, vagy ellenmondó, mert nagyon nagy mennyiségben eszünk,
egy kicsit úgy, mint a holnap után nem lenne, ez a fajta gondolkozás arra, hogy ne legyen már 80 vagy 90 gram tészta, amit alapjától mártással együtt körülbelül egy 250-300 gram ételt jelent. Nem, ő a 150-et akarja, mert akkor az nem étel, inkább azt is, hogy elmegy étteremben néhányszor fogja, és inkább egy csomagba hazaviszi. Nem biztos, hogy megeszi, de haza akarja vinni azt a plusz étel. Általában az elviteles dobozok által tele van a krumplikkal, tele van rizssel, tele van mindennel, de alapján semmi értelme nincsen. Szóval megint kapunk egy ilyen, ha így lehet mondani, nagyon téfit üzenetet, a mennyiség az nem csak laktató, de nem minőségi. Én azt gondolom, hogy egy minőségi étkeztetés az az, amikor leülünk egy asztalnál, és tudunk adni egy sorrendet. Van egy előételnek helye, van egy főételnek helye, 3-4 ételnek van helye, és még mindig ízlelünk, és fölállunk az asztaltal még mindig egy kis étvágyat, egy jó kis, ha illet mondani, sétára. Szóval az egész egy kicsit, egy olyan teljesen más kontextusba kell egy kicsit átnézni. Ha csak ennyi akarunk, akkor sajnos egy kapzsisan, akkor az a baj, hogy igenis. Nagyon egyforma lesz az étünk, és az a tészta is sajnos igen, nagyon rossz hatással. Egyoldalúan az emberek, igen, és mértéktelenül általában. Aha, de... És teljesen ez. Szóval tudni kell lenni. Nem azt mondja, hogy ne egyen az ember, de ne egyen egyszerű egy kiló kenyérrel, fél kiló pörkölttel, mert utána föláll az asztaltól, lehet, hogy még be is pálinkázott, és még ráívott 2 liter volt, és nem lesz jó érzése. Szóval az az alvós, és nem csálunk semmi érzése, és csak tömbbe vagyok, és ennyi, mert lehet, hogy holnap után nincsen ételünk, ezt hagyjuk el, ezt a gondolatot. Inkább próbáljuk, hogy egy jó minőségről beszélünk, a tésztáról egy jó minőségű tésztán 80-100 g elegendő arra, hogy megegyünk egy jó tésztát. Ha tésztát akarunk enni, csak zabálni akarunk, akkor bármire, gyerekek, akkor csak kell egy nagy villes, egy nagy kanál és egy nagy tál előttünk, egy nagy kendő, Bud Spencer stílusába, és akkor együnk. Grátisnak egy fűzérbanánt. Vagy egy Zeffirelli filmet megnézünk majd. A minőség és a mennyiség, ez nagyon fontos. De ezt a fiatalok kezdik érezni kicsit, pláne a test egyre fontosabb kezdett el lenni, szóval a látni az nagyon fontos szerepet játszik a mai világban, és a minden generáció pont középen áll, hogy szeretne egy kicsit, ha így lehet mondani, már olyan testet, már nem kaphat. Azért azt gondolom, hogy ez fontos, az, hogy a fiatalok azért látnak a család és az apától, az anyától egy mintát, és mindig azért mondom, matriarkális a család, mennyire fontos az a gyerekszoba, hogy utána tudjon is úgy étkezni, és olyan igénye legyen, mert egy olívaolaj nem drága dolog, ha annyit használsz, amennyit kell, és olyan minőségben, ami kell. Egy rizs, egy maréknyi rizs, az nem drága, ha jó minőségű rizs használsz. Az alaplé és a leves is, ha nem használsz glutamátokat. Szóval az az igazság, hogy nem kell sok arra, hogy boldog legyen, pláne, hogy az ízvilágok és az ízorgia és bomba, ami a szádban akkor alakul ki, az nem egy kimikus étvágy, de egy ízvilág élmény. Uh-huh. De értől kezdve el kell kezdeni egy kicsit félrerakni a zabálást, és megérteni azt, hogy enni kell ízletesen, hogy legyen rész az életünknek, uh-huh. És nem csak egy kellék, vagy egy mellék dolog. Véleményvezérek Artúrral és az Indiánnal. Elhangzottak Gianni oldaláról vélemények, nem, és eléggé markáns vélemények, én hozzáteszem egyébként egyet is értek, de és én bele is szoktam én is szaladni nagy zabálásba, de általában, mert ugye az embereknek nincs idejük nagyon sok, vagy nem szánnak igen, viszonylag nehéz ezt a négyszeri étkezést igen, betartani. Ez egy x óra, egy helyben ülés, kis beszélgetősdi, kicsit szünetet tartasz. Így lenne jó, ha ez lenne okay, időn. Hát, na, ez egy nagyon érdekes történet, de hogy na, ehhez képest mit mond a szakember, hogy tényleg zabálunk? Vagy... Igen. Ideális, az átlagember igen. Ideális átlagember, igen. Vagy sajnos az átlagember egyszer eszik egy nap. Aha. Jó esetben kétszer. De ennek mi oka van? Az idő. Mond. Mindenki az időre fogja. Aha. Holott be lehetne osztani ezt az időt másképp is. Csak mondjuk nem kell annyit a tévé előtt ülni, meg aha. Egyéb dolgok. De mindenki, igen, hazamegy este a munkából, lő a tévé elé, ott a kaja is elkezd enni. És mi van a reggelivel napközi? Nem nagyon ezt. Étkezés. Nagyon kevesen reggeliznek. Napközben néha egy-egy pékárút, vagy valami hamburgert, vagy valamit így bedobnak, de egyébként nem jellemző. Tehát az, hogyha háromszor eszik valaki, az már szinte csoda. Mert ugye az alapfelvetésünk az volt, hogy mit főzünk ma magunknak, mert hogy nem feltétlenül gazdaságos, meg hogy egészséges alapanyagokból, meg minőségi alapanyagokból főzni. Hogy de kezdjünk el egészségesen
főzni? Mi az első lépés? Igen, mert nekem az úgy tűnik, most így, hogyha már zabálás és csak a gurmankodás között vagyunk, hogy azért tűnik drágának a minőségi és az egészséges, mert ugyanazt a mennyiséget akarjuk bezabálni belőle, mint a pöriből. Pontosan. Mi el szoktunk járni Indivel gurmankodni, így nevezzük ezt a kis csoportunkat, és akkor egy gurmankodunk. Ja, és igen, akkor így öten vagyunk. Belefolyágatunk mindenbe egy icipicit, és milyen tök jó, hogy minden ízt megkóstoljuk. Körülbelül azt csináljuk, amit Gianni mondott, leülünk szépen, egy asztal köré különböző ételmeket fedezünk föl öten, és mindig mást kérünk, mert úgy értem, hogy mindenki mást, és itt mindenkibe kicsit belepiszmogunk, hogy mindenféle ízeket érezzünk, és akkor ott ugyanúgy dumálgatunk közben, ez egy ilyen 2-3 órás projekt. Igen, igen, de pont erre nincs idő, így van. És meg általában ugye az edzés hiánya az olyan magyarázattal szokott szolgálni ugye az emberek részéről, hogy nincs rá időm. Egymindenk az idővel jövünk, és közben enni sincs időd, edzeni sincs időd, és csodálkozol valamin ezt képest. Igen, és ez hosszú idő, mire ráveszik az embereket, hogy megváltoztassák az életmódjukat. Viszont amikor már kezdik érezni a dolgot, tehát megváltoznak picit, elindulnak jó irányba, akkor rájönnek, hogy hú, hát ezt lehet csinálni észtedés, és lehet enni minőségben, olcsón is. Mert amit Gianni is mondott, ugye, hogy lehet minőségét eltenni, de mértékkel. Tehát persze, rögtön nem lesz 300 forint egy hónapos kajakiadásod, hogyha nem másfél kilót. Tehát igazából, ha minőségben eszik az ember és mértéke leszik, akkor ugyanannyiból kijön, mint hogyha csúnyán mondva szemetet eszi. Általában ugye az nem tévhit, hanem hogy a legjobb séfek ugye férfiak, és nem ilyen férfi-nő ellentétbe akarok belemenni, most semmiképpen ez távol áll tőlem, de hogy kik azok, akik tudatosabban fogyasztanak élelmiszert, férfiak vagy nők? Fú, de érdekes kérdés. Akkor abból indul ki az egész, hogy alapjáton az ízlelő bimbók sokkal jobb egy nőkben, mint egy férfiban. Szóval azért ne felejtsük el, hogy a csecsemőt még egy barlangból kifolyólag a nő szedte a zöldet, ha így lehet mondani, a férfi elment vadászni, de azért a képessége pont azért, mert a csecsemő a kezébe volt, az ízlelő és az illat felfedezésében a nőkkel szerintem sokkal nagyobb adottsággal rendelkeznek, mint a férfiak. A másik az, hogy egy kicsit ez a szakma, mint egy picit elválasztan, ami látszik az, hogy a hölgyek inkább a cukrászat felé vannak, és a fiúk lehet, hogy a precizitás miatt, a finomságuk miatt, az esztetika miatt, a férfiak pedig inkább konyha. Én azt gondolom, hogy azért a férfiak sokkal erősebben vannak, ha így lehet mondani, a konyhában, mert enni azért melós. És a másik dolog úgy melós, hogy azért, ahogy ti csináljátok, elmenni enni így öten és kóstolni öt ételből, azért kell egy jó nagy gyomor, amire egy hölgy alapjánata nem mindenki erre alkalmas. De én azt gondolom, hogy a férfi azért, mert nagyon matriarkális családokban, például mi mediterránok, abban nőttünk föl, és a nők körül zajlott az élet, és innentől kezdve nekünk a konyha, az a tipikus olyan helyiség volt, ahol a nagymamáink voltak, vagy éppen akkori babysitterink voltak ott, és ugyanúgy az édesanyánk ezzel kedveskedtek velünk, a fiainkra. Innentől kezdve nekünk egyszerűbb, ha illetve jobban szeretnénk, valahogy érzelmileg kötődünk az ételhez valamilyen, ilyen iszonyúan, legalább az én és a mi generációk szerint olaszok, az meg ti szerintem erre nagyon is fókuszálunk, és nekünk fontos, mert valahogy benne van az a fajta szerete, vagy ilyen pszichési, nem tudom mi, hogy nevezzem. Hát vagy valami kémiaszerű, nem? Gianni, egy ilyen érzelmi kötődés. Érzelmi kémia, aminek én is azt mondom, hogy a nagymamám főztje. Persze, hát izé. Nekünk a konyha egy ilyen találkozás, egy ilyen öröm, meg ilyen, mert ilyen mindenmondó, mi férfiak olyanok vagyunk, hogy egy sör mellett kibékülünk, akkor is a örök harag volt, mi mondunk AB verzióval nincsen, mint a nők, egy ilyen folyamatos kérdője, hogy A-tól Z-ig melyik betűt válasszam ki. Szóval a nőkben teljesen más komplexitás van. Pont azért, mert egyszerűbbek vagyunk, szerintem egyszerűbben tudunk is leülni egy asztalnál, egy kicsit hangoskodni, egy kicsit vicceket mesélni, lehet, hogy veszekedni. De az asztal nekünk nagyon-nagyon fontos, mi nekünk, ha illet kategorizálni az embereket. A másik oldalon a nők pedig azt a folyamatot és azt a fajta szeretetet, amit családfészkének nevezzük, és azt a fajta nyugalmat, ami egy férfinek fontos, és a gyerekek nyugalma is, azt a nő tudja megadni. És értek, ez innét jön, hogy a nő a konyhába kezd el, ha így lehet mondani, örömöt szereztetni a családnak. Szóval érdekes, de mi inkább vendéglátósabbak vagyunk, mondjuk így, és a nők inkább otthonosabb. Véleményvezérek Artúrral és az Indiánnal.
hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. A mi meglátásunk és az a vendégeinkhez a kérdés, hogy gyakorlatilag, akkor ez már megcáfolódó, de csak legyen már kimondva, hogy lehet-e egészségesen gazdaságilag megfelelő árértékarányban élni? Persze, lehet. Lehet? Mindenki. István szerint lehet. Mindenképp. Gianni szerint? Persze, abszolút. Abszolút. Hát ideális riportalanyok vagytok. Köszönjük szépen. De mennyi, bocsánat, kérdezem tőle, mennyi kell egy jó rakott krumplit csinálni, vagy mennyire jó egy jó gulyásleves csinálni. Szóval az érdekes, hogy ha költünk internetre, telefonra, ruhára, miért nem tudunk költeni abban, amiben. Azt, amit eszünk, azok vagyunk. Ezt ne felejtsük el, ezt a mondatot, mert abszolút úgy van. Én nem azt mondom, hogy ne együnk néhányszor kémiailag, mert ki nem bolond, és ki nem érzi azt, hogy néhányszor be kell zabálnia valamit. De ha minden nap tesszük ezt, akkor valami probléma lesz. A túlzás sose jó, a kevés sose jó. Persze. Valahogy meg kell találni az életünkbe azt a középutat, ami boldogát. Kell az egyensúly, igen. Különben jönnek a problémák. Na igen, de hogy ehhez képest meg még mindig van a problémák, és én még mindig azt látom, hogy most egyébként egy nagy reneszánsz van, tehát hogy egészségesen élünk, legalábbis próbálunk, most nem biztos, hogy magamra céloztam. De azért ezt lehet észrevenni, hogy azért szaporodtak az edzőtermek, azért szaporodtak az éttermek, szaporodtak maga a főzős műsorok, a gasztrofesztek, tehát van egy ilyen irányultságú nyitás vagy fejlődés. Próbálkoznak az emberek, próbálkoznak, igen, az edzőteremben is próbálkoznak. Csak mindenki a csodára vár először. Uh-huh. Tehát mindenki úgy jön el, hogy az 3 nap alatt egy csodát művel, és ez nem megy. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy nem azért, nem szabad jaszkarizni, jól mondom ezt a szót, ezt jó, nem szabad, jó. Nem szabad azon gondolkozni mindig, hogy azért hívjuk vendégül valakit arra, hogy mindig megmutassunk, hogy mik van. Egyszerű, egy fantasztikus krumpliból és a répából mennyire változósokan tudtak a nagymamák főzni és sütni. Szóval a gyerekek, azon kell gondolkozni, nem kell mindenféleképpen egy Szentjakab kagylóval nagymenőzni, vagy éppen egy rákkal. Ezek abszolút hülyességek. Most bocsánat, hogy ezt mondom, aki tengerből jön, az ránéz a mai, ha így lehet mondani, fogyasztókra, és nevet azon, hogy mekkora, bocsánat, egy hülyeség az, hogy egy dolgot tudnak enni, lazacot, és lazat, rákot és Szentjakab kagylót, meg branzinot. Ha megkérdezném azt, hogy hányan egytek pontyot az utolsó, nem a majd tipikus hallevesbe, az utolsó időszakban, szerintem nagyon-nagyon kevesen. Meg azt mondom, hogy az a baj, hogy csinálunk egy státuszszimból abból, ami pedig a mi szociális életünket tudja nagyon erősen befolyásolni, vagyis az étel és az ital fogyasztása egy arányba. És én azt gondolom, hogy én egy egyszerű lazányit, ami egyszerűnek a vasárnapi ételnek neveztük, mert a nagymama reggel 6-kor kelt arra, hogy egyáltalán délben legyen egy lazánya elkészítve. Én azt gondolom, hogy ezekre az ember már nem képes, mert nem tud szeretni úgy, ahogy régen, és nem tudja az életét a másikra áldozni sokszor. Sétek, ez itt jön szociális probléma, de nem mindenkinek, hála jó Istennek, és itt a másik oldalon sokan vagyunk, aki még mindig hiszünk, hogy a 6 óra kelés az boldogságot tud szerezni a családnak. Igen, de ez már generációs probléma is. Így van. Az ételeknek volt fogyasztási stílusa is. Volt egy vallási, volt egy laikus, mert nagyon sok étel laikus, vagy éppen pogányságban is született, mint a, ha így lehet mondani, a pénteki halevés például azért volt, hogy egy dietetikus idézőjelve étkezés is be volt, ha így lehet mondani, húzva azon a héten, ami lehet csak húsról szólt. Uh-huh. Szóval innétől kezdve tudni kell változékosan enni, tudni kell abban a jó kis pejzből, az elrakott ételekből, amit lehet egy lekvár, egy jó tortát elkészíteni, de nem szabad megenni az egész tortát. Mértéklet. Szerintem itt már az a szó, hogy spejz már megállt a tudomány. Változatosság és mértékletesség. Mert ugye ennyi. Nincsen már a modern háztartás, nincs spejz. Igen, már alig zizem. Hát mert a Gianni maga konyha sincs. Igen, tehát ahol konyha sincs, ott végképp nincs spejz. Inkább azt mondanám, hogy használják ki, hogy ma nagyon sokan kézterméket tudnak nekik csinálni, ne kelljen megdolgozni a hátukat arra, hogy paradicsomot pucoljanak, rendbehozni, már vannak jó konzervek, de azokat fel kell tudni használni, és nem szabad félni. Még egy fontos dolog, ne féljetek a konyhából, ne féljetek arra, hogy egyszer sózott, egyszer sóta, nem sikerült, próbáljátok ki a konyhát, mert fantasztikus kikapcsolódás, örömet ad, rengeteg kreativitás, rengeteg mindent tud adni, és nem abból a szempontból kell megint közelíteni, hogy tudok csillogni és villogni egy baráti társaság előtt, csak azért, mert kibontok egy sámpány pezgőt. Nem!
nem ez a gasztronómia. Imádom, egyébként nem látjátok, hogy olyan komoly átéléssel, meg olyan érzelemben mondja, ez elképesztő. De egy engem magával visz egyébként, tényleg. Egy dologról nem beszélünk, ez még az Istvánhoz lett volna a kérdésem, és mi van ezzel a rengeteg allergiával, meg érzékenységgel? Igen, ezt akartam is mondani, igen, hát a népbetegség lett, hogy a cukorbetegség, a gluténérzékenység, a laktózérzékenység, ezek népbetegségek mint. Tehát ez még... Ez mind az életmód, dolgot, életmód és a rossz étkezés folyamánya az egész. Hát, semmi más. Gyerekek, figyeljetek, én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit kerekebbre sikerült ez, sőt, nagyon kerekre sikerült ez a beszélgetés. Már csak egy szokásos kérdést kell feltegyek vendégeinknek, hogy van-e olyan momentum, ami esetleg bent ragadt volna a mondani valók között? Gianni, benned ragadt valami? Adjatok több érzelmet az ételeknek, akkor is, ha nem úgy sikerül, ahogy kell, és legyen egy konvivialitás, legyen egy együtt, együtt legyetek, amikor ezt, ne egyedül, ha tudtok, hogy legyen értelme is annak közösségi élmény legyen. És annak az időnek, igen. Hát igen, én imádok egyébként a lányommal kajálni, mert amikor tetszik neki, amit főztem, akkor így föláll, és megveregeti a vállamat, megtartalak, papa. De tényleg jó. Egyébként más embernek főzni. Na, hát úgyhogy... Ugye? Nekem nem is szabadott. Nekem volt olyankor, amikor ugyanaz az étel volt előttem az egész héten, ugyanazzal a villával, mert nem akartam megenni, mert finnyáskodtam. Ott kell a szülő, ott kell a keménység. Egyszer csak éhes lettél. Hát, erről van szó. Azt megeszed bármi. Egyetértem. Ja. Na, István. Nagyjából ugyanaz, amit Gianni mondott, hogy élvezzük az ételeket, viszont figyeljünk a mennyiségre és a minőségre. Hölgyek, urak, mindenkinek, kedves vendégeinknek szeretném megköszönni Gianni Annoninak, aki itt volt velünk, aki egyébként, ha valaki nem tudná, olasz gasztronómiai szakértő és a Pomodoro étterem tulajdonosa. Szia, Gianni, köszi, hogy itt voltál. Köszönöm nektek, szóra szia, okay. István. És Istvánnak is, Kovács Istvánnak is szeretném megköszönni, életmódtanácsadó személyi edzőnek, hogy itt volt velünk és megosztotta velünk a tudását. Köszi, István. Köszönjük. Jó. Ciao, Belli. Ciao. Ez a stílusos ciao. Lesz a vége. És a kedves nézőknek, én most itt nézek, de egyébként hallgatóink vannak, azoknak is szeretnénk megköszönni. Köszi, Gianni, hello, szia, és akkor hallgatóknak ciao, is. Ciao. Jövő héten találkozunk, akkor a Manna FM hallgatóival itt a 98.6. Manna FM-en. Ciao, Indian. Ciao. Ciao, szóra. 18 ciao. Óra, csak mondom. Ja. Ciao. Véleményvezérek. Artúrral és az Indiánnal. Manna FM. Örömre hangol.